Másodfokon folytatódott ma a fővárosi törvényszéken az UDZRT ügy, amelynek során személyes adattal való visszaéléssel vádolta meg az ügyészség Dávid Ibolyát, Szilvási Györgyöt, Tóth Károlyt és Herényi Károlyt. Első fokon a bíróság felmentette őket, az ügyészség azonban a döntés felülvizsgálatát kérte. A bíróságon ma Szilvási György és Tóth Károly is tagadta bűnösségét. Sem Dávid Ibolya, sem Herényi Károly nem jelent meg a mai tárgyaláson, pedig az ügyben ők is érintettek. Herényi Károly levélben ügyvédje külföldi útjával indokolta távollétét. Szilvási György és Tóth Károly ott voltak a bíróságon, a volt titokminisztert nem mutathatjuk, mert nem járult hozzá. Az ügyészség első fokon azzal vádolta a négy politikust, hogy lehallgatott telefonbeszélgetéseket hoztak nyilvánosságra a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén. A bíróság akkor Szilvásiéknak adott igazat és kimondta, hogy az alkotmány szellemében jártak el. Az ügyészség emiatt fellebbezett. Szilvási védője szerint alaptalanul és jogtalanul. Az ügyésznek nincs felkészültsége, nincs kompetenciája, nincs joga, nincs hatásköre. Nem is ért hozzá, most több negatív jelzőjétel nem jut eszembe, hogy azt megítélje, hogy egy miniszter adott esetben bizonyos információkat, amelyeket egy titkos információ gyűjtés során keletkeztek, azt a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt, amelyik arra van kitalálva, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatalt ellenőrző, hogy azt ismertesse. A bíróságon ügyvéd hiányában Tóth Károly, a Nemzetbiztonsági Bizottság akkori elnöke saját maga mondta el védőbeszédét. Azt mondta, a bizottság 10 éves gyakorlata, hogy különleges személyes adatokat is megismer. Kérte a bírót, hogy hagyja helyben az elsőfokú döntést, mert az jogszerű volt. Bűnösségét most is tagadta. Nem tettem semmi más, mint gyakoroltam bizottsági feladataimat, amelyre felesküdtem. Azóta 2 éve vádolt vagyok Magyarországon. Úgy, hogy nem követtem el bűncselekményt. Szilvási György az utolsó szó jogán szintén az elsőfokú ítélet helyben hagyását kérte, hangfelvétel készítését sem engedélyezte, ezért hangját eltorzítottuk. Minden részletre kiterjedő bizonyítási eljárással került sorra. Ez a bizonyítás meglehetősen egyoldalú nyomozás és vádkép is követ miatt a hibákat, a hiányos tényállást is korrigálni volt képes, és így megítélésem szerint igazságos ítélet született. A bíróság jövő szerdán hoz ítéletet.